ahogy a két hete felvett Börtönbe juttatjuk a végrehajtó maffiát című videónkban is láthatták, dr. Sádöl György, az MBVK elnöke énekelni kezdett, melynek következtében több vezető végrehajtó is már előzetes letartóztatását tölti, sőt, Völner Pál igazságügyi miniszterelnök helyettesre a mentelmi jog eltörlését indítványozta a legfőbb ügyész. A videónknak köszönhetően, melyet már több mint 200 ezren tekintettek meg, nem titkolhatták tovább az, hogy hogyan is működik Magyarországon a végrehajtó maffia, ami nem más, mint bűnszervezet, amit már a Mi Hazánk mozgalom több mint másfél éve mond. A Mi Hazánk mozgalom másfél éve beszél arról, hogy hogyan is működik a végrehajtó maffia itt Magyarországon. Ezen kívül ez idő alatt nagyon sok információt gyűjtöttünk tevékenységeikről, jogsértéseikről. Több végrehajtóval is kapcsolatban állunk, akiknek elegük lett ennek a bűnszervezetnek a működéséből, és bátorítottuk őket. Illetve a megfelelő információkat a megfelelő helyekre is továbbítottuk. Így sikerült megbuktatnunk a végrehajtó maffiát, most pedig már énekelnek az érintettek, és sorba dőlnek be a végrehajtók. A polip pedig egészen a kormányig ér. Új információink alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak a hivatal vezetője, dr. Takács Katalin került előzetes letartóztatása a hétvége folyamán, bár nem is lehetünk igazán meglepődve azon, hogy a kormány tagja vagy esetleg kormánytagok is érintettek az újonnan kialakuló hatalmas végrehajtói botrányban. Köztudott ugyanis, hogy a jelenleg maffiaszerűen működő végrehajtói rendszer nem működhetne egy korrupt politikai táptalaj nélkül. És ebben ugyanúgy vétkesek a közjegyzők, a bankok és a követeléskezelő cégek is. A törvények a végrehajtói tevékenységet segítik elő, és a magyar nemzet kifosztását ezáltal. Ehhez pedig a jelenleg regnáló kormányunk folyamatosan asszisztált, de ennek mielőbb véget kell vetnünk. Miután bebizonyosodott minden, hogy igaz, amit már jó ideje a Mi Hazánk mozgalom is mond, hogy a végrehajtói kar maffiaként, egyenesen bűnszervezetként tevékenykedik Magyarországon, követeljük, hogy a kormány azonnal állítsa le a végrehajtási eljárásokat az országgyűlési választásokig, kivéve a gyerektartási ügyekre vonatkozó tevékenységet. Ennek érdekében parlamenti képviselői határozati javaslatot fogunk benyújtani mielőbb, ezen kívül pedig a Mi Hazánk mozgalom jövőre, már vélhetőleg az országgyűlésbe, kezdeményezni fogja, hogy a végrehajtás non-profit tevékenységként működjön. Követeljük, vizsgálják felül az eddigi végrehajtási eljárásokat, és cseréljék le a börtönbe kerülő végrehajtókat tisztességes emberekre. De a hadjáratunk itt nem állhat meg. Folytatnunk kell a harcot, és el kell számoltatnunk minden olyan szemét, aki a kifosztásért felelős, többek között a közjegyzőket, a követeléskezelő cégeket és a bankokat is. És mindannyiannak felelni kell a magyar emberek kifosztásáért.